Régen nem hallott motorhangok szóltak ebből a Trabantból. A Kecskeméti Neumann János Egyetem udvarában és aulájában lehetett megtekinteni a veterán autókat, antik járgányokat, motorkerékpárokat, babakocsikat, pedálos kis autókat. Csernák Sándor, a híres veterán jármű sportegyesület elnöke a helyszínen elmondta, évről évre bővül azok száma, akik igazi különlegességet birtokolnak. Korban talán a kerékpárok környékén vannak a legrégebbiek, 1900-as évek elejéről láttam, most voltam át a másik oldalon az új kampuszon, 1900-as évek elejéről volt vagy van ott kerékpár kiállítva, de itt nálunk is 20-as, 30-as évektől kezdve egy-két jármű megjelent, illetve amit a felhozatalról igazából tudni kell. A használós, nagyon sokan használják a járműveinket, és ezek gyakorlatilag 60-as, 70-es, 80-as évek, egy csomó ilyen autónk van, gyönyörűen megőrzött állapotban. A Gonfkar belső parkolójában Fekete Béla kocsi magángyűjteményét lehetett megcsodálni, amely már több mint 4 évtizede gazdagodik. Itt igazi különlegességgel is találkozhattak az érdeklődők. A múzeumok éjszakájával bővebben kiemelő című magazinunkban foglalkozunk.